A piac elleni siker után szombaton délután az a vasas érkezik Miskolcra, akiket idegenben is sikerült 105-53-ra legyőzni. Először tekintsünk vissza a múlt heti rangadón aratott sikerre. Egy jó meccset játszottunk, bár kintről izgalmas volt, bent is biztos, hogyha játszottam volna. Végül is szerintem megérdemelten nyertünk. A Peac sem volt rossz, és szerintem mi is egy jó játékkal nyertünk. Mint ugye Petr is mondta, ugye a pályán kívül is a nézők, meg a csapattársaink, de mi a pályán is belül nagyon izgultunk, de szerintem nagyon-nagyon sokat adott nekünk ez a győzelem, nem mint hogy egyel feljebb léptünk a ranglistán, de mint hogy csapategység, szerintem most már jobban össze vagyunk építve, és jobban bízunk egymásban, mint októberben. Tehát nem mondom, hogy nem volt soha gondjaink, de most szerintem most már tényleg egy egység vagyunk. Tehát ez most sokat adott nekünk. Szombaton 17 órától jöhet a következő ellenfél. Ki mit vár ettől a találkozótól? Napról napra építjük a csapatot, az a tervünk, hogy egy látványos mérkőzésen szolgáljuk ki közönségünket. A Miskolcra érkező csapatok mindig motiváltak, biztosan minden tőlük tehetőt meg fognak tenni, figyelnünk kell erre, de mi is motiváltak leszünk, az a célunk, hogy minél eredményesebben valósítsuk meg azokat a taktikai elemeket, amik később fontosak lesznek. Most ebben a hétben ugye csak magunkkal foglalkoztunk, és hogy a vasas meccs az elvileg kötelező hozni, ezért is lesz az jó, hogy mi csak magunkkal fogunk foglalkozni, és csak a mi játékunkkal csináljuk, tehát nem kell itt nagyon izgulni, hogy ők mit fognak úgy mondani, csak nekünk játszani, amit tudunk. Ez egy fiatal csapat, reméljük, hogy jó mérkőzést tudunk játszani, látványos kosarakkal, és hogy a győzelem a cél. A múlt héten rangadót játszott és nyert az Aluinven DVTK, a Vasas viszont ebben a bajnokságban még nyeretlen. Hogyan lehet ismét felpörögni? Múlt héten nekünk volt nagy motiváció, most meg a Vasasnak lesz, hogy ez számukra egy nagy rangadó, hogy hát ha megfognak minket, hát ha sikerül egyet behúzni, mint a Ceglédnek. Nem tudom, igazából mi az öltözőbe poénkodtunk, hogy majd ha 50 pontnál többen nyerünk, vagy mindenkinek lesz 3 gólpasszokra a Cang Timihoz, majd tortát nekünk. Ez egy ilyen csapat poén, de mind csapatilag szerintem nagy lesz a motiváció, mert ugye most fölfele szeretnénk menni a ranglistán. Ilyenkor magunkra kell koncentrálni, a mi figuráinkat kell jól gyakorolni. Ez végül is egy ilyen edzés saját magunknak, hogy mindent pontosan megcsináljunk, és utána ha esetleg olyan szituációk vannak, akkor tudjunk gyakorolni az ellenfélből, az ellenfél mozgásaiból, és ez majd valószínű, hogy majd az erősebb csapatoknál ez majd kijön.